Gyuri, nagyon elszokott már az emberektől? Szóval, mert látom, hogy most hirtelen, hogy sokan vagyunk itt, úgy látom. Régen volt már emberek között? Ennyi ember között? Igen. Igen? Mikor? Emlékszik rá, hogy mikor utoljára? Utoljára? Hogy itt sok ember között. Nagy társasági életet élt egyébként régen? Igen. Igen? Nagyon sok tanítványa volt, ugye? Volt. Mi az a legfontosabb dolog, amit megtanított nekik? Mi az az egy szó, amit meg tudott nekik tanítani? Mit gondol? Én szerintem a türelemmel hallgatni és kivárni, amit az illető gondolt, és ami a mögött van. Szerinted miben szenved az ország leginkább hiányt? Tehát nyilván most a szellemi közegre gondolva. Tehát mit kívánnál leginkább Magyarországnak? Hát azért az ország nem csak szellemiekben szenved hiányt, hanem a területekben is hiányt szenved, mert túlságosan kicsi. És ezt a kultúrát nagyobb országra tervezték. Az egyik alap problémája a magyar kultúrának, hogy ezt egy nagy birodalmi országra tervezték el, magyar modernséget is. Nem csonka Magyarország, hanem a trianoni Magyarországot tervezték el. Én magam sem vagyok a trianoni Magyarországból valósi. És hát ezért ez érezhető nem csak területileg, hanem történetileg is csonka kultúra a különféle ismert bajok miatt, amelyek a 19. és 20. században érték. És ez nyomot hagy mindenen. Ez a kultúra túl nagy ennek az országnak, és túl kicsi. És az illeszkedése nem tökéletes. Egy számmal nagyobb, egy számmal kisebb, nehéz megmondani. Ami Magyarországon jobbá tehetni az életet, az olyasmi, ami máshogy is jobbá tenni az életet. 20. század 40-es éveitől kezdve komoly kultúráját támadt a belenyugvásnak. Komoly kultúráját támadt a transzcendencia ellenességnek. Komoly kultúráját támadt annak, hogy semmi nem lehet másképpen.
komoly kultúrája támadt annak, hogy minden úgy természetes, ahogy van. Na most ennek a megváltozása, a transzcendencia visszahódítása, legyen ez akár politikai, akár teológiai, ez kétségkívül sokat segítene mindenkin. Még rajtunk is. Mit tudsz te tenni ennek elősegítésében? Nem egy illúzió csupán, hogy aki ír, valóban elő tudja mozdítani a kultúrát, akár ilyen irányban is, akár a tényleg a transzcendencia irányában? Ez nem az én dolgom. Nekem csak az a dolgom, hogy írjak és beszéljek. Hogyha elkezdem a lehetséges hatását egy bizonyos jó határon túl mérlegelni, akkor pedig nem írok, hanem írást tervezek, és írást használok. Én ezt rábíznám az olvasóimra, és a szerkesztőimre, és a kiadóimra, és a hallgatóimra, és a dékáni hivatalra. Mi soha nem érezted azt, hogy nem tudsz elég inspirációhoz jutni ebben az országban? De. És nem voltál soha annak a veszélynek a közelében, hogy képtelen legyél az írásra? Ritkán, de előfordul, de ez nem jellemző. Ugyanakkor azonban engem mindig meg szokott menteni ezektől a dolgoktól az a hajlandóságom, hogy újra és újra beüljek az iskolapadba. Hogyha inspiráció van szükségem, akkor általában a tanuláshoz szoktam fogni. Már sokszor beültem az iskolapadba, életem most megint, és tanulok. Mit tanulsz most? Marxot. Hol? A könyvtárban. Te az iskolapad az egy képletes. Igen, persze. Hány éves vagy most? 54. Szerinted miben szenved az ország leginkább hiányt? Tehát nyilván most a szellemi közegre gondolva. Tehát mit kívánnál leginkább Magyarországnak? Hát az ország nem csak szellemiekben szenved hiányt, hanem a területekben is hiányt szenved, mert túlságosan kicsi. És ezt a kultúrát nagyobb országra tervezték. Az egyik alap problémája a magyar kultúrának, hogy ezt egy nagy birodalmi országra tervezték el, magyar modernséget is, nem csak a Magyarország, hanem a trianoni Magyarországra tervezték el. Én magam sem vagyok a trianoni Magyarországból valósi. És hát ezért ez érezhető nem csak területileg, hanem történetileg is csonka kultúra a különféle ismert bajok miatt, amelyek a 19. és 20. században érték. És ez nyomot hagy mindenen. Ez a kultúra túl nagy ennek az országnak, és túl kicsi. És az illeszkedése nem tökéletes. Egy számmal nagyobb, egy számmal kisebb, nehéz megmondani. Ami Magyarországon jobbá tehetné az életet, az olyasmi másutt is jobbá tenni az életet. A 20. század 40-es éveitől kezdve komoly kultúrája támadt a belenyugvásnak. Komoly kultúrája támadt a transzcendencia ellenességnek. Komoly kultúrája támadt annak, hogy semmi nem lehet másképpen. Komoly kultúrája támadt annak, hogy minden úgy természetes, ahogy van. Na most ennek a megváltozása, a transzcendencia visszahódítása, legyen ez akár politikai, akár teológiai, ez kétségkívül sokat segítene mindenkin. Még rajtunk is. Mit tudsz te tenni ennek elősegítésében? Nem egy illúzió csupán, hogy aki ír, valóban elő tudja mozdítani a kultúrát, akár ilyen irányban is, akár a tényleg a transzcendencia irányában. Ez nem az én dolgom. Nekem csak az a dolgom, hogy írjak és beszéljek. Hogyha elkezd